Mindenkit sok szeretettel üdvözlök, és üdvözlünk a Fordulat Társadalomtudományi Folyóirat 28. kritikai pedagógiával foglalkozó számának a bemutatóján. Hogyha az élményeitekre gondoltok, akkor az van, mint most, ahogy mi itt ülünk a katedrán, hogy fel van osztva a tanterem, elől áll a tanár, vele szembe ülnek a diákok, és akkor így a tanár elmondja, hogy mit kell tudni, az ember meg így gyerekként így visszamondja, hogy mit kell tudni, és akkor erre kap egy érdemjegyet, ami aztán így eldönti, hogy mi lesz belőle később. A kritikai pedagógia, meg mi a de viszontban azt gondoljuk, hogy nem így jön létre a tudás, hogy igazából a tudásszerzés az egy ilyen közös partneri viszonyon alapul, amikor ezeket a hierarchiákat, vagy ilyen alá-fölé rendeltségi viszonyokat, amik az oktatási rendszerben benne vannak, meg leképződnek, akár hogyha a tanár-diák szerepére gondoltok, ami ezeket megtöri. A Fordulat folyóirat a társadalom elméleti kollégiumnak a társadalomtudományos lapja, és a mostani lapszám pedig a kritikai pedagógiát tárgyalja. A kritikai pedagógia tágabban értelmezi a saját tárgyát. Van egy nagyon határozott képe a társadalomról, és arról, hogy azok a hatalmi viszonyok, amik a társadalomban megtalálhatók, azok hogyan hatnak az intézményeinkre és az emberi kapcsolatainkra. Mit és hogyan tanulunk, mit és hogyan tanítanak nekünk, az hatással van nem csak az iskolára, hanem a munkahelyünkre, az emberi kapcsolatainkra, a közösségi szerveződéseinkre, ott van az akadémiában, a tudományban, a kultúrában, a művészetben. Ez a közös ilyen tapasztalatmegosztáson és beszélgetésen alapuló tanulás, az nem önmagáért a tudásszerzésért fontos, vagy nem az kell, hogy legyen a célja, hanem a célja az maga a társadalmi cselekvés, ami ebből kijön, és az, hogy a tapasztalatainkon alapulva ezekbe a minket körülvevő igazságtalan viszonyoknak a megváltoztatásáért teszünk. Hogyha mondjuk az a célunk, hogy az oktatásban egy másfajta tudásszerzés jön létre, hogy az oktatás egymás nevelése, egymás emberré nevelése történjen meg, hogy társadalmi lényként éljünk utána az oktatásban, együtt, közösen, akkor ahhoz egyszerűen másfajta pedagógia kell, és mást kell alkalmazni. Kifejezetten az volt a célunk, hogy olyan lapszámot készítsünk el, amely nem pusztán elméletileg közelíti meg ezt a kérdést. Rengeteg olyan szervezetnek a munkája kerül bemutatásra, akik a gyakorlatban évek óta foglalkoznak kritikai pedagógiával. Konkrétan módszertani elemeket osztanak meg, dilemmákat osztanak meg, foglalkozásterveket látunk benne, nagyon-nagyon különböző célcsoportokra szabva. De viszont közösségi tér ez egy kritikai pedagógiai program Kispesten, amit szakképzésben tanuló fiataloknak hoztunk létre. Azzal a céllal, hogy igazából megteremtsünk egy olyan helyet, ahol ezekkel a fiatalokkal együtt közösen tanulhatunk, közösen gondolkodhatunk a világról, társadalmi kérdésekről, és arról, hogy hogyan lehetne megváltoztatni azokat a rendszereket, amik úgy érezzük, hogy igazságtalanul működnek. Projekteken keresztül foglalkozunk a fiatalokkal társadalmi kérdésekről, most ez így hogy néz ki? Azt szerettük volna, hogy úgy működjön ez a közösségi tér, hogy a fiatalok tényleg alakítói és alkotói ennek a folyamatnak. Tehát, hogy nem az van, hogy mi most kitalálunk ide, nem tudom, egy ilyen sillabuszt, amit így nagyon szeretnénk leadni így a társadalmi kérdésekről, hanem hogy ez az egész közösségi tér belőlük a saját tapasztalataikból az érdeklődési körükön alapuljon. Nagyon sokat kérdezgettük őket, hogy mivel szeretnének foglalkozni, mi az, ami érdekli őket, és akkor rögtön megszületett egy ilyen zene projekt nevű hosszabb, ilyen több alkalmas foglalkozás. Arra figyelünk, hogy ezeket a témákat különböző szinteken értelmezzük. Tehát, hogy legyen benne egy ilyen személyes szint, amikor mondjuk, ha a zene példájánál maradok, akkor azzal foglalkozunk, hogy mit jelent a zene a mi életünkben, hogyan kapcsolódunk ehhez, de legyen benne mindig egy rendszer szint, amikor mondjuk arról tudunk beszélni, hogy szereted a System of a Down-t? Nagyon jó, akkor beszéljünk mondjuk arról, hogy ez a zenekar milyen politikai kontextusban jött létre, és miről írnak számokat. Az a téma, amit közösen meghatározunk, az a zsinórmérce, amibe belepakolunk igazából minden olyan dolgot, ami minket érdekel, amiről tudást akarunk szerezni, amiről valami újat akarunk előállítani.
A Közélet Iskolája az egy közösségi oktató és kutató központ, amiben azzal foglalkozunk, hogy eszközöket, kereteket adjunk az embereknek az önszerveződésre, a társadalmi egyenlőtlenségek megértésére, hogy aktív közéleti szerepvállalással tenni tudjanak az igazságtalanságok ellen, érdekvédelmet és demokratikus mozgalomépítés csoportszervezést tanítunk. Képzéseink a körül forognak, meg az egész ilyen pedagógiai munkánk, hogy azt gondoljuk, hogy akkor tudunk egy valódi demokráciában élni, hogyha az ilyen demokratikus folyamatokat és intézményeket az emberek a társadalmi helyzetüktől függetlenül tudják működtetni, meg fontosnak tartják. Sok szempontból ilyen kicsit klasszikus tréning módszereket használunk, amitől ezek mégis ilyen kritikai pedagógiai folyamatokká válnak. Az egyrészt az, hogy a részvevőknek az ilyen tudás megosztására, meg közös gondolkodására és közös felfedezési folyamatára annak nagy teret adunk, és hogy soha nem állunk meg ott a képzéseken, hogy csak arról beszélünk, hogy mi a probléma, vagy egy ilyen elméleti analízis, vagy vizsgálatnál, hanem hogy mindig gyakorlati példákat hozunk, és arra is figyelünk, hogy a részvevők is arról is gondolkodjanak, hogy milyen változásra van szükség, hogy ők hogyan tudják a saját munkájukba, a saját életükbe, a saját ilyen közösségi munkájukba beleforgatni azt a tudást, amit a Közélet Iskolájában így megszereznek ezeken az alkalmakon. A Helyzetműhely egy társadalomtudományi kutató műhely, itt szerintem többen ismerhetitek a Gólyából. A tréningünk, amit pedig kifejlesztettünk részben először saját magunkon gyakorolva, a szocioanalízis címet viseli. Alapvetően arról szól, hogy a saját társadalmi helyzetünk az hogyan határozza meg azt, hogy hogyan érezzük magunkat és hogyan viselkedünk másokkal, meg hogyan működünk adott esetben segítő szakmákban. Nekem meglepő, vagy szerintem nekünk meglepő ilyen ráismerés, amikor ezeket a tréningcsoportokat csináljuk, hogy mennyire nem tudják a résztvevők azt, hogy a többiek honnan jöttek, hogy erről mennyire nem szokás beszélni. Több ilyen csoport volt, ahol elég hasonló helyzetekből jöttek a résztvevők, nem túl előnyös társadalmi helyzetből. Ott a tréningen derült ki, hogy amit szégyeltek egymással, tulajdonképpen egy sorsközösség, vagy hogyha ilyen nagyon marxista módon akarunk fogalmazni, akkor egyfajta osztálytudat alakult ki, de hogy ez, tehát hogy annyira durva, hogy egy egyetemen ez nem téma, és hogy végigcsinálnak úgy egy képzést, egy segítő szakmáról szóló képzést, pláne szociális szférában, vagy nem tudom, gyerekvédelemben, meg nevelési tanácsadás, meg egyebek, hogy tulajdonképpen erről sose esik szó, és hogy ennek magának van egy felszabadító ereje. Vagy a lényeg szerintem a mi tréningben pont az van, hogy egy nagyon más megközelítést ad, mint ezek a hagyományos ilyen érzékenyítő tréningek. Tehát a hagyományos érzékenyítő tréningeken a hallgatók meg a résztvevők azok megtanulják, hogy a sztereotípjánkra hogy reflektáljunk, hogy tudom magamat megváltoztatni, hogy én majd jobb legyek, és akkor majd a társadalom is lassan jobb lesz. És ugye miénk meg tök nem ebbe az irányba megy, hanem azt mondja, hogy nem baj, hogyha vannak sztereotípjái, tehát hogy elmondta Meli is, hogy nyugodtan tedd ki az asztalra, nem ez a lényeg, hanem reflektáljunk arra, hogy vannak a társadalmi pozícióink, és hogy ez egy teljesen más jellegű reflexió, és nem ez az ilyen, te majd változol, és érzékenyebbé leszel, empatikusabbá leszel, és akkor ez mennyire kafa, és hogy tipikusan itt van egy nagyon erős eltérés mondjuk egy liberális megközelítéstől, és itt a megközelítés a lényeg, és nem is annyira pusztán a módszertan, nyilván a módszerekben is megjelenik ez a társadalmi szemlélet persze. Pszichológus hallgatóként, vagy szociális munkás hallgatóként nagyon nehéz kimondani azt, ami pedig általában azért mindenkivel így van, hogy bizonyos csoportoktól, vagy bizonyos emberektől esetleg undorodom. És hogyha ezekről beszélünk, akkor elég, tehát hogyha jól csináljuk ezt a tréninget, akkor általában egyrészt ki lehet ezeket mondani, másrészt pedig meg lehet érteni azt, hogy ezek a rokonszenvek és ellenszenveknek milyen erősen köze van ahhoz, hogy én magam honnan jövök, nekem milyen vágyaim vannak, milyen szorongásaim vannak a saját társadalmi helyzetemmel, lecsúszásommal, felemelkedésemmel kapcsolatban, és ezekhez a témákhoz próbálunk közel menni. Volt egy nagyon klassz tréningünk, amiben nagyon jól kijött ez, hogy hogyan tudok reflektálni a saját társadalmi helyzetemre. Ezek tanárszakos hallgatók voltak egy vidéki egyetemen, ahol tényleg ilyen pici távolságra voltak azoktól a cigány emberektől, akikről egyébként elkezdtünk, akikről ilyen cigányozás keretében beszélgettünk a tréningen. És nagyon sokakon látszott az a fajta változás, hogy hirtelen felfedezik azt, hogy basszus, mennyi sok minden, ami közös bennünk. És a záró aktusa a tréningnek az volt,
volt, hogy beültek a hierarchia alacsonyabb részéhez, a székekre a résztvevők, és üzentek a tőkének, a társadalomnak, a politikusoknak, és ez az üzenet, ez mind ebből a közös szolidaritásból jött, tehát hogy ebből a, és ez tényleg egy gondolkodásbeli változás volt, egy másfajta reflexió volt, ami talán nyilván egyfajta kimozdulás a tőke logikából, és talán segítség abban, hogy itt egy rendszer szinten kezdjünk gondolkodni első lépésként, és aztán egy kihívás szerintem itt mindjárt számára, hogy hogyan tudjuk ezt tényleg jobban egy rendszer átalakító folyamattá tenni egyre erősebben. Az ilyen készségek, meg tudások, amik ahhoz szükségesek, hogy így együtt egy demokratikusabb társadalmat tudjunk építeni, azok abszolút tanulható és tanulandó dolgok. Tévképzett, hogy a pedagógiától várjuk csak és önmagában, hogy változtassa meg a világot. Önmagában az, hogyha csodálatosan kritikai lesz az oktatási rendszer, akkor is ott vannak a társadalmi egyenlőtlenségek, tud rájuk hatni, de nem ez az egyetlen faktor a világban. Muszáj együttműködni, másfajta kezdeményezésekkel, másfajta akár mozgalmi szerveződésekkel, hogy ez az egész, az a kép, az a társadalom, amiben sokan hiszünk, annak minden részén alkotó és tevékenykedő ember tudjon egymásról és közösen tegyen egy közös célért. Megpróbáltuk minél közérthetőbbé tenni a témát, és igazából mindenkinek tudnám javasolni, aki tanított vagy akit tanítottak, mert valamennyire mindenki érintett ebben a kérdésben.